8. alkalommal rendezte meg a Scorpio Box Club a Hauer Lajos emlékversenyt, mellyel fiatalon elhunyt sportásukra kívánnak emlékezni a szombathelyi ökölvívók. A Hadás impozáns sportcsarnokában megtartott viadalra ezúttal szinte az egész ország területéről érkeztek nevezések, de külföldi klubok is képviseltették magukat. A résztvevők között sok volt az egészen kezdő gyermek, mellettük viszont több korosztályos válogatott boxoló is ringbe lépett. A célunk ezzel szombathelyen fellendíteni az ökölvívást, de nem csak Szombathelyen, hanem az egész országban. Tehát ez egy jó szabású nívós versenyén nőtte ki magát így az országban, országszerte mondhatnám így, mert már nemzetközi szintre léptünk. Mutatja ez, hogy szlovén, szlovák és német ökölvívók is részt vesznek a gálánkon. A viadalon a rendező Scorpio Box Club, valamint a szintén Vas megyei, egészen pontosan kőszegi Fitbox egyaránt 10-10 versenyzőt indított. A szombathelyek közül az egyik legismertebb boxoló az a Döbrösi Ádám volt, aki kifejezetten örült annak, hogy hazai közönség előtt is megmutathatta magát. Ilyenkor azért eléggé nagy druk van az emberben, amikor itthon boxol, ilyenkor pluszba oda akarja magát tenni, mert mégiscsak az a közönség látja, aki igazából hozzá a legközelebb áll, úgyhogy ilyenkor sajnos, hát kétféle sportoló létezik, akire ez rosszul hat, meg akire ez pozitívan. Ezt igazából mindenkinek maga kell tudnia kezelni. A versenyen a vasi klubok alaposan kitettek magukért, a Scorpio 8, míg a Fitbox 6 aranyérmet gyűjtött be. Emellett mindkét egyesület több dobogós helyezéssel is büszkélkedhet.